Sok olvasással, kirándulással és játékkal telt a vakációjuk azoknak, akik jelentkeztek a Sinka István Városi Könyvtár idei olvasótáborára. Július 23-ától 27-éig 6 és 13 éves kor közötti fiatalok lepték el a gyermekkönyvtárat, ahol az olvasótábor témájához kapcsolódó kézműves és könyvtári foglalkozások is várták a résztvevőket. Több mint 20 éve várjuk nyaranta egy-egy hétre az olvasni szerető gyerekeket. Egyrészt az olvasás népszerűsítése a célunk, másrészt a szabadidő hasznos eltöltése, és nem utolsó sorban, hogy a szülőknek nagy könnyebbség az, hogyha jó helyen tudhatják nyári szünetben a gyermeküket, miközben nekik dolgozniuk kell. Mindig valamilyen téma köré csoportosítjuk a programjainkat. Az idén a honfoglalás korát választottuk, és kortárs magyar író művéből választottunk ki részletet, Kis Attila Altinágy című kötetéből olvasunk. Minden nap, kivéve a kirándulás napját, egy-egy részt olvasunk a kötetből, és ehhez kapcsolódóan szervezzük meg a délutáni programokat. A hét elején a programot azzal kezdtük, hogy a rovásírással ismerkedtünk meg. A rovás ABC segítségével mindenki leírta rovásírással a nevét, és a gyermekkönyvtár bejáratánál az életfára elhelyezett kis cédulán megkeresték a saját nevüket, és ez került be a kitűzőbe. Filmet is, rövid filmet vetítettünk a honfoglalók életéről, megnéztük, hogyan készül a jurta, milyen szokások voltak, hogy a jurtát hogyan rendezték be, hétköznapjaik hogyan teltek, és Berecki Imre munkatársunk segítségével és a Bihari Múzeum munkatársainak hozzájárulásával itt a olvasóteremben egy kis kiállítást rendeztünk be. Néhány képen lehet látni a honfoglalók életéről egy-egy jelenetet, egy kis tablókép a jurta belsejét mutatja be. Meg is nézhették a gyerekek, belekukkanthattak egy igazi jurta kicsinyített másába. A jurta két oldalán egy-egy honfoglaláskori öltözetet láthatunk. Ezeket nyilván a fiúk a férfi, a lányok a női viseletet öltötték magukra, és minden kislányt, kisfiút lefotóztunk, és a nap végével búcsúzóul egy kis tablót fognak erről kapni, úgyhogy mindenki meg van örökítve honfoglaló jelmezben. A Solymász fiatalember nagyon nagy népszerűségnek örvendett a három madárral. Nagyon érdekes filmmel illusztrálta a madarak szokásait, hogyan vadásznak, hogyan élnek, tulajdonságaikat is megnézhettük, minden gyerek megsimogathatta a kis kuvikot, és kinn az udvaron a héját röptettük. Az íjászkodás is nagy élmény volt a gyerekeknek. Megtanultuk azt is, hogy a jurtát nem ezzel borították be, nagy élvezettel készültek el a színes nemezlabdák. A kirándulás, remélem, legalábbis úgy láttam, hogy maradandó élményt jelentett a gyerekeknek. A Tanya Múzeumban leginkább az kötötte le a figyelmüket, amikor abba a terembe érkeztünk, ahol a régi mezőgazdasági eszközök, a kombájn, a traktor és más hasonló eszközök kicsinyített mását lehetett megtekinteni. A szekerezés megint maradandó élmény volt. Legtöbb gyerek bátorságot gyűjtött, és bátran felült a lóra, úgyhogy a lovaglást is kipróbálhatták. Hát a Gyulai várban nem volt időnk hosszú sétát tenni, de itt is megtekinthették a honfoglaláskori fegyvereket, majd pedig a későbbi korok fegyverzetét is.
és a mai nap délutánja a szórakozásé lesz, kinn a Besenyei lakótelep játszóterén egy kis honfoglaláskori túrára várjuk a gyerekeket. Természetesen a tarsolyt, amit készítettek, mindenki a derekára fogja kötni, és ebbe fognak gyűjteni különböző, abban a korban nagyon értékesnek számító talizmánokat. Nyilván ehhez mind az öt állomáson teljesíteni kell valamilyen ügyességi vagy szellemi feladatot. Ebben az évben rekordmagasságot ért el a táborba jelentkezők száma. 26 gyermek vett részt az idei programokon. Olvastunk, voltunk a várba, a Gyulai várban, a múzeumban. Voltunk egy tanyán, ahol jó volt, ott mindenféle állat volt. Voltunk lovagolni, szekerezni, ott mentünk busszal a kastélyba, ott nagyon jó volt, de nekem a mai lesz szerintem a kedvencem. Valamilyen pálya lesz, ilyen kincskeresés vagy ilyesmi. Mert így meg kell keresni ilyen dolgokat. Ilyen átlátszó követ, meg minden, meg rókaszört, meg ilyesmit. Ijeszkodtunk, volt egy bácsi, aki hozott egy héját, egy solymot és egy füles kuvikot. Nemezeltünk, olvastunk az Altinány című könyvet, és a mai napon lemegyünk el a játszótérre, és kincset keresünk, meg vetélkedünk. Szerettem a kézműveskedést is, ahol megtanultuk a körmönfonást, a semmánfonást, és semmándobot is készítettünk, meg egy tarsolyt, és tanultunk a régi magyarok életéről, a jurtákról, a zíjakról, meg nyilakról, meg a solymokról. Csináltunk sámán dobot, gyapjúból ilyen labdát, és csináltunk tarsolyt, és szerintem is ez lesz a legjobb nap, mert én szeretem, amikor eldugnak valamit, meg ilyesmiket. Beöltöztünk, íjászkodtunk, volt itt egy bácsi, aki hozott héját, baglyot, meg egy solymot, és készítettünk nemezlabdát, meg sámán dobot. Voltunk a Gyulai várba, ott néztünk mindenféle fegyvert, meg még voltunk egy tanyán, ott volt egy múzeum, és abba is bementünk. Ott volt mindenféle régi műszer, meg jármű, meg még ma elmegyünk Besenyei lakótelepre, a játszótérre, és ott lesz ilyen kincskeresés. Melyik volt ezek közül a kedvenc programod, és miért? A nemezlabda, azért, mert ott hát könnyű volt, meg tetszett is, meg még külön gratuláltak is nekem, hogy milyen jól megcsináltam. Arról is kérdeztük a gyerekeket, miért szeretnek ide járni. Nekem ez az első alkalom, és azért jó itt lenni, mert velem lehetnek a barátaim, ismerőseim is vannak itt, és most így örülök ennek a tábornak. Meg azért, mert itt legtöbb őket már ismerem, és szoktam kölcsönözni könyveket. Azért jó, mert tetszenek a programok, és új barátokat is szerezhetek, akiket eddig még nem ismertem. Első alkalommal vagyok itt, és azért jó itt lenni, mert itt vannak a barátaim, meg szoktam ide járni, és nagyon jók a programok, és szeretek itt lenni. Harmadik alkalommal vagyok itt, és azért, mert nagyon szeretek olvasni, és mindig vannak itt új barátok, akiket ismerek, meg akik már tavaly is itt voltak, meg az előtt is.
A résztvevő gyerekek a sok olvasásnak és tartalmas programoknak köszönhetően számtalan élménnyel térhettek haza az egyhetes tábor végén.